Kedd van, ami szerda, és a mai egy erősen kütyücentrikus adás lesz, és az az igazság, hogy ezt az epizódot már baromi régóta el akarom készíteni, hogyha minden igaz, akkor körülbelül decemberben jutott eszembe, hogy mi a fele? Szelfizni akartok, hogy mi? Azt nem így kell ám kérni! Mi? Ja? Ó, az összes bajszom ezt tetted. Szoktam nézni a videóidat. Tök jók. Jól nyomod. Köszönöm. Jó. Figyelj, hogyha ez a taxi, ami értem jött, akkor a Király utcába indulhatnánk is lassan. A lábadnál van egy oktatáska. Nyisd ki. Van benne egy levél. Olvasd föl. Hehe, ezt ismerem, ez a videós gáladé. Ebből nem nyertem tavaly egyet sem. Pikachu, köszi. Az... Köszönjük, hogy elfogadtad a visszautasíthatatlan ajánlatunkat. Hogy te legyél a 2018-as Telekom videós gála műsorvezetője, ahol 12 kategóriában díjazzuk az előző év legjobb videós tartalomgyártóit. Egy másik videós, a melletted ülő Atis lesz a társ műsorvezetőd, mint látod, ő is örömmel vesz részt benne. Műsorvezető társak leszünk, Csaba Pacsi! A gála március 30-án pénteken lesz élőben a videós gála YouTube csatornáján, hogy ki a kategóriánkénti 5 jelölt, az március 12-én derül ki, a nézők pedig március 19-től szavazhatnak majd egy héten át. További információként keresd a videosgala.hu-t és a közösségi felületeinket. Na szuper, én mentem is. Várj, Csaba, egy picit, nem csinálunk valamikor egy collab videót? Ez volt az. Mehetnék? Akkor ott leszel március 30-án? Aha, persze, ott leszek. Akkor ott találkozunk. Oké, okay, sziasztok! Szia Csaba! Szép tapa! Na hát nagyon úgy fest, hogy én leszek a videós gálának megint a műsorvezetője, viszont ez még odébb van, most menjünk haza és kezdjünk bele abba az adásba, amit pár perc ezelőtt már felvezettem nektek. Nem csak úgy általában fogunk beszélni a kütyükről, hanem egészen konkrétan az Apple-ről fogunk beszélni. Méghozzá az Apple 10 fő bűnéről. Puzsé Robert után szabadon. Szóval ezt az adást még azt hiszem Spanyolországban és azt hiszem egy házszettől jelentettem be nektek. Szóval nagyon-nagyon érett bennem, hogy ennek az adásnak az lesz a címe, hogy miért ne vásárolj soha többet Apple termékeket. Ennek az adásnak azonban nem ez lesz a címe, mert a tematikának egy külön epizódot fogok szánni majd otthonról, Magyarországról, mert tényleg kezd idegesíteni, hogy a cégnek az inkompetens hülye vezetés és hogyan cseszi el azt az örökséget, amit gyakorlatilag az ölébe kapott évekkel ezelőtt, és hogy milyen módon nyomorítják el prémium árazású termékeknek a használatát. De most erre ne vesztegessük az időt. Akkor kezdtem el nagyon-nagyon használni az iPhone 10-est, és akkor lett elegem egy csomó mindenből. Nem az iPhone 10-es miatt, ami önmagában egy jó sikerű telefon, és hozza azt, amit vállal, igazaz mondjuk ilyen futurisztikus értelemben nem nagyon sok, hanem mindazon szarságok miatt, amik évek óta velünk vannak, és amik az iPhone 10-esbe is belekerültek. És az igazság, hogy akik régóta nézik a csatornát, tudják, hogy nem volt ez mindig így, nagyon hosszú időn keresztül igazán szerettem a cégnek a termékeit. Az iPhone előtt ott volt az iPod, az iPhone után megjött az iPad, egy csomó mindent mutattak a piacnak. Aztán nagyon fontos és integrált részévé vált a net a történetnek, és elszorodott minden. Most, hogy készültem az adásra, eszembe jutott egy 2008-as sztori, vagyis azt nem tudtam, hogy 2008-as, de rákerestem az Apple blogon, és kiderült, hogy ez pont 10 évvel ezelőtt történt. Szóval az Apple akkor vezette be az iCloud-nak az elődjét, a MobileMe-t, és hát az is tele volt hibákkal. Csak hogy akkor még volt egy igazán tökös vezetője a vállalatnak, aki ezeket a hibákat nem csak hogy elismerte, hanem a nyilvánosság elé állt, és hát kvázi bocsánatot kért. Egészen konkrétan így hangzott Steve Jobs közleménye. A MobileMe bevezetése világosan megmutatta, hogy van még mit tanulnunk az internetes szolgáltatásokról. És ezt meg is tanuljuk. A MobileMe ötlete izgalmas és ambiciózus, és mindent megteszünk, hogy évvége előtt olyan legyen a szolgáltatás, hogy büszkék lehessünk rá. Ez történt a színfalak előtt, de mi volt a színfalak mögött? Hát az, hogy a folyamatos hibák miatt Steve Jobs gyakorlatilag őrjöngött, behívatta magához a MobileMe csapatot, és a következőt mondta neki. És most szó szerint idézet következik. Szóval végignézett a csapat vezetésén, teljes csönd volt a szobában, majd nyugodt hangon a következőt kérdezte. Meg tudná nekem mondani valaki, hogy mi a MobileMe dolga? A csapatban valaki azt gondolta, hogy ez egy megválaszolandó kérdés, és el is kezdett válaszolni, majd hirtelen Steve Jobs szétbeszakította, és azt kérdezte, hogy akkor mi a f***ért nem csinálja azt? Ezek után az Apple vezetője egy kis előadást tartott arról, hogy ez a csapat tönkreteszi az Apple reputációját, és hogy utániuk kéne magukat, amiért cserben hagyták egymást. A nagy üvöltözés közepette még ott a helyszínen új vezetőt választott a MobileMe csapat élére Jobs, majd elzavart mindenkit a büdös francba. A probléma az, hogy az eset óta eltelt 10 év, és úgy látszik, hogy az Apple egyszerűen nem érti ezt a netes szolgáltatás, nem megy neki, és folyamatosan csak hibákba és hibákba ütközik. És elsősorban a MobileMe, illetve az abból kinövő iCloud az, ami olyan bizonytalanság érzetet kelt az emberben, és ez megerősített
minősíti azt a képet, hogy ez a cég már nem ugyanaz, mint ami egykor volt. Szóval álljunk neki a 10 fő bűn ismertetésének. Egyes? AirDrop. Az AirDrop elvileg egy baromi jó szolgáltatás, gyakorlatilag egyáltalán nem az. Arról van szó, hogy ha két Apple eszközt egymás mellé raksz, akkor közvetlenül tudsz vezeték nélküli hálózaton keresztül átküldeni adatot, fájlokat, képeket, zenét, bármit. Ezt a szolgáltatást 2014-ben lassan 4 évvel ezelőtt vezették be, és ha jól emlékszem, akkor pont a portugál tengerparton szedtem darabokra az iCloudot. Igen, ez az az adás volt, amiben felbukkant a feneke annak a nőnek, aki 100 000 feliratkozó után megfordult. Ha valaki régóta nézi a csatornát, akkor biztos, hogy tudja, hogy miről beszélek. Sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és az Apple Blog mai adásában az Apple online szolgáltatásairól fogunk beszélni. Szóval az AirDrop már akkor is csak nagyon-nagyon eseti jelleggel működött, és a helyzet azóta sem javult szinte semmit. Egyszerre használom a majdnem legújabb iMac-et, a majdnem legújabb MacBook Pro-t, és egyértelműen a legújabb iPhone-t. És az iPhone látja mindkét gépet. A MacBook Pro látja az iPhone-t és az iMac-et. Az iMac viszont valamiért csak az iPhone-t látja. De ez nem az iMac-nek a hibája, mert teljesen véletlenszerű, hogy melyik eszköz melyiket nem látja. A Mac-em nem látja az iPhone 5-öt, az iPhone 5 nem látja a Mac-et. Ellenben mind a kettő eszköz látja néha az iPhone 4-et. Csak küldeni nem tudnak rá semmit. Kettes számú. iCloud Photos. Az Apple papíron nagyon jó, gyakorlatilag nagyon-nagyon hülye fotószolgáltatása. Fotózol egyet, azonnal feltölti a felhőbe, de vissza már nem tudod tölteni, mert beszarik a hálózat. És ez nem egyszer-egyszer fordul elő, hanem az eseteknek a 20-25%-ában, ami nagyon sok. Elkezdi letölteni a képet, aztán negyed úton megáll, és soha többet nem jön le semmi. És ugyanezt történik Macintoson is, ami azért nagyon idegesítő, mert mondjuk éppen dolgozni szeretnél, éppen akarod használni a képedet, de az csak a felhőben van meg, és nem éred el sehonnan sem. Az iPhone-on rajta már nincsen, mert feltöltötted, de visszahozni nem tudod, a Mac-re nem tudod lehozni. Szóval lebeg valahol fent, és egyszerűen nem férsz hozzá. És semmit sem tudsz tenni. Hármas számú főbűn. A macOS. Az OS10-es korában a megbízhatóságnak az élő szobra volt, azóta meg teljes az őrület. Például a MacBookomnak az 1 TB-os SSD-je kezdte lelenni. Átmásolok róla 600 GB-nyi anyagot a külső merevlemezre, majd törlöm a MacBookról. És törlődik is, mert nem érhető el többé. Viszont szabad hely az továbbra sincsen. És ilyenkor újraindítom a gépet néhányszor, de még mindig nincsen rajta szabad hely. Update-elek szoftvert rajta, de még mindig nincsen rajta szabad hely. Újra és újra beledobok egy kicsi fájt a kukába, és azt is üdítem onnan, hát magával rántja a 600 GB-ot is, de nem. Néhány órán keresztül szarik bele, aztán egyszer csak elkezd megjelenni a helyen szakaszosan. Először 20 GB, aztán 50, aztán 100, aztán szépen lassan 600. Ja, és a Final Cut 10-es az hajlamos kifagyni attól, hogy beledugok egy fülhallgatót a gépbe. 4-es számú főbűn. A mail. Ez az Apple saját levelező szoftvere fut az iPad-en, az iPhone-on, a Macintoson. És régebben ez egy borzasztó jó levelező szoftver volt, úgy értem, hogy a piac az tele volt szarabbnál szarabb kliensekkel, amik kifagytak, meg nem küldték át a levelet, meg lassúak voltak, meg leterhelték a gépet, a mail meg úgy működött, mint az álom. Egészen mostanáig. A hiba az leginkább az iPhone-os verzióban jelentkezik, ahol olyan problémákba ütközök, hogy a melléklet az vagy betölthető, vagy nem. Teljesen véletlenszerű, hogy a szoftvernek sikerül megbirkóznia ugyanazzal a PDF-fel, igazából nem is véletlenszerű, hanem úgy tűnik nekem inkább, hogy hangulatfüggő. De ennél is durvább, hogy az új iOS-szel eljutottunk odáig, hogy az iPhone nem képes betördelni azokat a leveleket, amiket iPhone-ról küldtek. És nem azért, mert valami spéci betűtípussal írták, hanem mert az iPhone-nak éppen olyanja van. És akkor megkapod a levelet, és az első néhány percben ez van, aztán az iPhone valahogy összerakja, hogy itt valami gáz, és elkezdi rendezgetni a karaktereket, és 5-10 perccel később már el is tudod olvasni a levelet, viszont addig-addig nem igazán. Ötös számú főbűn. Kábelek! A legújabb iPhone 10-es kábelét nem tudod bedugni a legújabb MacBookba vagy MacBook Pro-ba. Az Apple gyakorlatilag a bejelentés óta több mint egy éve nem szállítja a Thunderbolt 3-as kábeleket a gépekhez, azokat a kábeleket, amiken kívül semmit sem tudsz bedugni a MacBookokba meg a MacBook Pro-ba. És miközben az Apple a régi Pro vonalat a Thunderbolt 2-es, az új vonalat meg a Thunderbolt 3-as rendszerre állította rá, és nyilvánvalóan attól mondjuk, hogy veszel egy új laptopot, marad még egy rakás fontos Thunderbolt 2-es eszközöd. Például az a külső merevlemez is Thunderbolt 2-es, amit múlt héten vagy két héttel ezelőtt vásároltam. Szóval nem kapható Thunderbolt 2, Thunderbolt 3 átalakító sem. Belemásztak ebbe a katyhozba, megpróbáltak újítani, de igazából leszarják az egészet, magára hagyták a piacot, dögöljön meg a pro felhasználó, aztán kezdje magával, amit akar. Hatos számú főbűn. Apple Maps. A Google Maps a mai napig sokkal jobb szoftver, annak ellenére, hogy az Apple Maps tényleg sokat fejlődött az elmúlt években. De azt a mai napig nem lehet megevészteni, hogy mennyire hülye már a szinkron hangja. Igen, mert ha be van állítva az operációs rendszer nyelvének a magyar, akkor az Apple Maps mindent hülye magyar fonetikus kiejtéssel ejt ki. Ez azt jelenti, hogy ha gyanútlanul autózgatsz mondjuk Firenzében, akkor azt fogja mondani, hogy fordulj jobbra a Via del Accademia del Cimentóra. Mindent úgy mond, mint egy fogyatékos. De nem is azt fogja mondani, hogy fordulj a Via del, hanem azt fogja mondani, hogy fordulj a Z Via del. Igen,
Google-on és az Apple Maps nem tudja eldönteni, hogy melyik név előtt használja az A-t vagy az A-t, úgyhogy minden esetben használja mindkettőt. Mégpedig úgy, hogy a Z. Ki volt az, aki azt mondta, hogy ez így rendben van? Hát ez számú főbűn. CarPlay! Sokáig megváltásnak tűnt, hogy az iOS kezelőfelületét azt ráhúzzák az autóknak a központi komputerére. És az F tényleg nagyon-nagyon jó, de a CarPlay az szerintem a kezdetek óta ilyen beta szoftverként működik. Igen, ugyanis egy csomó minden nem tud, és amit tud, azt se tudja olyan nagyon-nagyon jól. Eleve idegesítő, hogy a tök hülye Apple Maps-re vagyunk kényszerítve, és hiába van a telefonunkon Google Maps, meg Waze, azokat nem tudjuk használni a CarPlay-en keresztül. Mert csak mert nem, na. De ezzel még akár együtt is lehetne élni olyan módon, hogy a telefonodon megy a Waze, az bemondja, hogy mikor kell merre fordulni, és mondjuk a nagy áttekintést, a térképet, azt meg tudod nézni Apple Maps-en a nagy kijelzőn. De nem, ezt sem tudod megtenni, mert a telefonodnak a kijelzője, meg az autónak a kijelzője teljesen össze van kötve. Szóval, ha a telefonodon kilépsz az Apple Maps-ből, hogy átmenj a Waze-be, akkor a CarPlay meg kilép a főmenübe. 8-as számú főbűn. AirPods. A fülhallgató, ami így kilóg a füledből, nagyon sokba kerül, benne van rengeteg technológiai újítás, és egy kicsivel kevésbé használható, mint a legolcsóbb fülhallgató a piacon. Annak a tipikus esete, amikor a cég csak fingani akart egyet, de beszart. 9-es számú főbűn. iPhone 10. Nem egyértelműen bukás ez a telefon, mert jól működik és nagyon sok szempontból hozza azt, amit vállalt. De tegyük hozzá, hogy amit vállalt, az leginkább marketing szempontból menő, gyakorlati haszna olyan nagyon sok nincs. Tényleg nagy a kijelző, tényleg működik az arcfelismerés, csak egy kicsit nagyon sok esetben nehézkesebb az arcfelismeréssel együtt élni, mint az újranyomatolvasással. Például, amikor vezetsz egy autót, lezár az iPhone, de megnéznéd a térkép szoftvert. Régebben elég volt rányomni az újranyomatodat, megjelent a szoftver, egy pillanatra félrenéztél és láttad, hogy hol vagy. Na ez ma úgy néz ki, hogy rányomsz a telefonra, akkor megpróbálja az arcazonosítás, szóval így rá kell nézned vezetés közben, ez egy 3 másodpercig csinálod, aztán vissza az útra és remélhet, hogy nem haltál meg. De még bosszantóbb, hogy egy ilyen csúcskategóriás, baromi drága telefonból képesek voltak kisporolni a memóriát. És a memória hiány az konkrétan akut. 3 GB az nem elméletileg nem elég semmire, hanem gyakorlatilag sem. És ezt most úgy képzeljétek el, hogy elkezdek írni egy SMS, de közben mondjuk Marci csinál valamit, úgyhogy lefotózom. És utána visszatérek az üzenetküldő programba, és már nincsenek ott a karakterek, mert a fotózás miatt ki kellett onnan mindent csöpörni. Igen, 3 GB az ennyire nem elég, és azt gondolom, hogy ha kiadnak 380-400-450 ezer forintért egy telefont, akkor az már tudjon mindent kompromisszummentesen, ne ilyen, hát kicsit szarul majdnem jól. 10-es számú főbű. Na, a laptopok! Az Apple hosszú éveken keresztül tényleg a mestere volt ennek a piacnak, olyan laptopokat gyártott, mint senki más. Gyönyörűek voltak, erősek voltak, sokáig bírták, és remekül lehetett használni őket. Aztán megjelent ő. Ez, ha minden igaz, 2016 őszén történt, akkor vezették be ezt a nagyon-nagyon lapos, és sok szempontból előremutatónak tűnő, valójában visszalépés jelentő laptop generációt. Igen, ez sokkal vékonyabb lett, mint az elődje. Miről el kell ismerni, hogy nagyon-nagyon menő, és tök jó egy ilyen könnyű laptoppal mászkálni, és ezt használni mindenfelé szerte a világban. És mindezek mellett sikerült még elég komoly teljesítményt és üzemidőt is belezsúfolni a gépbe elméletben. Gyakorlatilag viszont az történik, hogy annyira vékony a ház, hogy időnként le kell venni a teljesítményt ahhoz, hogy ne olvassa ki magát a processzor a gépből. Gyakorlatilag az üzemidőve is az, hogy ameddig semmi komoly dologra nem használod a laptopot, valóban tovább bírja, mint az elődje, viszont amint elkezdesz komoly feladatokat futtatni rajta, jóval kevesebb ideig bírja, mint az elődje. Szóval ez egy papíron gyorsabb és hosszabb üzemidővel bíró gép lett, mint az elődje, gyakorlatban viszont egy kicsit lassabb és egy kicsit gyorsabban merül le. És ez az a gép, amiben a gombok helyére touch bar került, ami elvileg jó, gyakorlatilag viszont 10-ből 9-szer inkább nagyon-nagyon idegesítő. Az meg egyszerűen megemészhetetlen, hogy nincsen rajta SD kártyaolvasó és kizárólag USB-C-t, vagyis Thunderbolt 3-as raktak bele. Ezek nagyon erősen korlátozzák a gép használhatóságát, amit egy pro laptopnak azért nem nézünk el olyan nagyon szívesen. Én még valószínűleg hosszú éveken keresztül nem fogok váltani, és nagyon sok szarságot kell még elkövetni az Apple-nek ahhoz, hogy átálljak mondjuk egy androidos telefonra vagy egy Windows PC-re, egész egyszerűen azért, mert a munkám erre a platformra, hát nem is kényszerít, de itt tart. Viszont egyre inkább úgy érzem, hogy 2018-ban az az Apple, ami 2008-ban mondjuk a Nokia meg a Microsoft volt. És nem örülök, hogy eljutott idáig a cég. Na, odalent kommentben mondjátok el, hogy mik a tapasztalataitok, hogy mik azok, amik titeket leginkább idegesítenek ebben a cégben, és valamelyik oldalra kattintva megláthattok egy videót Johnny Vloggertől, ő volt az, aki a leggyorsabban kattintott a RetroDraw-ra, el is vitte és jótékony célokra akarja használni. Erről bővebben beszél egyébként a videójában, de az a probléma, hogy egyelőre nem sikerült működése bírnia, úgyhogy ha van közöttetek bárki, aki ért az ilyesmihez, az segítsen rajta, és ő egy jó ügyet fog támogatni. Na, részemről ennyi volt ez a mai nap, holnap találkozunk. Egy kevésbé kütyüs adással. Sziasztok!